És érezni, hogy szeretve vagyunk általad. And it's so good to feel being loved by you. Hogy a te kegyelmed és törődésed minden nap megújul felénk. That your grace and your care for us renews every morning. Köszönjük, hogy újjá szültél bennünket és befogadtál a te családodba. Thank you that we were born again and that we are adopted in your family. Hálásak vagyunk, hogy megismerhettük és megérthettük az örökké valóságot, amit te megígértél nekünk. And thank you that we understand and we got to know the eternity you have promised to us. Imádunk ma is. We worship you this morning. És szeretnénk befogadni mindazt, amit te ma az igéden keresztül osztasz meg velünk. And Lord, we want to take in and receive everything you have prepared for us through your word. Áld meg a mai Biblia órát is, kérünk. And Lord, bless this morning, bless the Bible study. Mert szeretnénk annak minden morzsáját befogadni. Because we want to take every part of it home. Mert szeretnénk még többet megtudni rólad. Because we want to know more of you. És mindazt, amit tanítasz nekünk, beépíteni mindennapi életünkbe is. And we want to apply everything you teach us this morning. Mert az a szívünk vágya, hogy növekedjünk benned, és cselekedjük a te akaratodat. Because our heart's desire is to grow in you and to be doers of your word. Hogy napról napra hasonlóvá váljunk Jézus Krisztushoz. That daily we would be more and more like Jesus. És megörvendeztessük ezzel a te drága szívedet, Atyánk. And by that we want to bring joy to your heart, Lord. Áld meg a mai közösségünket egymással és veled. Bless our fellowship with each other and with you. És történjen ma is minden a te dicsőségedre. And may everything that happens here today be to your glory. Jézus nevében kérjük mindezt. In Jesus' name we ask. Amen. Amen. Ahogy látjátok, az úrvacsora elemeit ma is veszünk az Isten a dicsőítés alatt. And as you can see, we have prepared the elements of the Lord's Supper, so we'll take communion during worship. És a bor és a kis falat kenyér ma is arra emlékeztet bennünket, hogy nem vagyunk egyedül. And the cup and the bread reminds us that we're not alone. Mert az a Jézus, aki azt mondta, hogy fogyasszuk ezt az ő emlékezetére, ma is él és itt van velünk. Because Jesus who left us to do this in remembrance of him, he is here with us today. És az volt az egyik bátorító utolsó üzenete, hogy én veletek leszek a világ végezetéig. And his encouragement, one of his last encouragement for us was, I will be with you till the end of the world, end of the earth. Jusson eszünkbe ez a szilárd bátorító ígéret, amikor fogyasztjuk a kenyeret és a bort. Let's remember that too as we take communion. És most dicsérjük az Urat közösen együtt. So let's worship the Lord together. A kereszten a nézem én, hol meghalt ő, a nagy király, minden kincsem, a büszkeim, semmi lél lesz, s nem kell már. Halálából csak
legyen övé. Isten báránya, kinek szívet tökéletes, és nem volt benne. És amikor kínózták, ő alázatosra maradt, és szó nélkül tört. S mindnyájunk véke, ő rajta volt. Bűnélet értünk, ő, aki nem ismert bűn. Bűnhődött helyetünk. Megtört a teste, kiállad vére, a bűneinkért lett a pára szegezve. Isten arcától egy időre távol kerül, hogy mi örökre közel lehessünk. Mit adhatni ki, ha a szívem nem tökéletes, és nincsen benne jó. De amikor felnézek, arra, kit átszúrta, ez száll minden szó. Értem minden odaadó. Bűnélet értünk, ő, aki nem ismer. Hanem Krisztus él én bennem, aki önmagát adta éltem, ezért én élte élek. Többé nem él, hanem Krisztus él én bennem, aki önmagát adta éltem.
minden gónus úton fekve, olyan voltam nélküled. Minden harcos, aki csatát veszte, olyan voltam nélküled. Yes, Lord, thank you for the good news that we have in Jesus Christ here today. Köszönjük neked a jó hírt, ami a miénk Krisztusban. Lord, we rejoice. We rejoice in that good news. És mi örvendezünk ebben a jó hírben. Lord, we thank you that we can remember it in communion here today. És köszönjük, hogy emlékezhetünk erre, amikor úrvacsorát veszünk. Remember what you've done for us. Emlékezhetünk arra, amit értünk tettél. The sacrifice of Jesus Christ on our behalf. Hogy értünk, Jézus Krisztus milyen áldozatot hozott. Became sin for us to take our punishment. Hogy ő bűnné lett, értünk, hogy elhordozza mi büntetésünk. Oh, we thank you.
Köszönjük, Urunk. Thank you. Give you praise in Jesus' name. Téged áldunk Jézus nevében. Amen. 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 You may be seated. Foglaljatok helyet. We have a special guest with us today. Ma reggel van egy különleges vendégünk. Joe Ellison, all the way from Calvary Chapel in Napa Valley, Calvary Chapel Cornerstone in Napa Valley. Tehát Joel, aki Napa Valley városból, az ottani Golgota gyülekezetből van, Kaliforniából. And this is Joe's third time back here in Hungary. Most van itt harmadszorra Magyarországon. He came in from Serbia yesterday. Tegnap érkezett Szerbiából. And I'm sure he's going to share a bit more, but he's here to share with us today. So give him a round. És üdvözöljük őt nagy szeretettel. Well, hey, good morning. Jó reggelt, sziasztok. Is that how you say it, hello? Sziasztok. Okay. Mm-hmm. My Hungarian is terrible, I know nothing. A magyarom elég ramacs, semmit nem tudok konkrétan. But thank you guys so much for having me here this morning. Köszönöm, hogy itt fogadtatok engem ma reggel. This is my third summer here. Most vagyok itt harmadszor. My second time here at the church. És másodszor ebben a gyülekezetben. And each time I come, I enjoy listening to you guys sing in your own language. És nagyon élvezem, amikor hallgatom, hogy ti a saját nyelveteken dicsőítetek. It's weird because I have no idea what you're saying. Igazából fura, mert fogalmam sincs, hogy mit mondtok. When you're singing, you have the words up there. If it's not in English, I have no idea what's going on. Ha kint nincs kivetítve angolul, persze nem tudom, mit énekeltek. But it's very heartwarming still. De mégis nagyon megérinti a szívemet. It's weird to me to think that we're so very, very different. Olyan érdekes az, hogy mennyire mások vagyunk. And I don't know you and you don't know me. Én nem ismerlek benneteket, ti nem ismertek engem. But we're still connected. De mégis kapcsolat van köztünk, kapcsolódunk. Through the God that we believe in. Abban az Istenben, akit mindannyian ismerünk. So I want to share with you some music. Úgyhogy szeretnék veletek egy kis zenémet megosztani. And if you don't speak English, ha nem értetek angolul, you probably won't understand a word I'm saying. Akkor vagy szót se fogtok érteni abból, amit éneklek. And you'll feel like me. És úgy fogjátok érezni magatokat, mint én. And that's okay. És nem baj, ez nem Because baj. We're connected. Mert akkor is kapcsolat van, ott van. Usually when I travel with a band. Évente, amikor utazunk, egy zenekarral utazunk. They are not here. De most ők nincsenek itt. So I came on my own this time. Ezen az alkalommal most egyedül jöttem. And I want to share with you some music that we wrote. One song that we wrote. Először is azt a dalt játszanám el, amit együtt írtunk. And it's called Hold On. Az a címe, hogy And another Tarts song ki. That I wrote. Another song that I wrote for a friend of mine. Egy másik dal pedig, amit egy barátomnak írtam. Who passed away. Aki elhunyt. And the next song is an old hymn that we sing in church where I grew up at. És aztán a másik dal pedig egy régi himnusz, amit abban a gyülekezetben énekeltünk sokat, ahol felnőttem. And it's called I'll Fly Away. Aminek az a címe, hogy I Fly Away, hogy én elszállok, elrepülök. Yeah, and it's a reminder that no matter what we go through or whatever happens here on earth, this is temporary. És egy emlékeztető ez arra, hogy bármi is legyen itt a Földön, bármi történjen is, olyan átmeneti csak minden itt. Because we all believe, mert mindannyian hiszünk, we're all connected. És mindannyian kapcsolatban vagyunk Istennel. All right. So if you want to stand up at any given time or sing along or clap, it's okay. Nyugodtan énekelhettek velem, felállhattok, ahogy szabadok vagytok mindezre. It'll make me feel better. Akkor az nekem is jó érzés. Thank you.
lost 9 to 5 on his delivery truck. Hold on, he will deliver you. Yes, he will. Hey, to the girl who's wasting away, hey, parents have decided to go their own way. Hold on, he will deliver you. Hold on, hold on, he will deliver you. When hope is gone and you feel the weight of the crashing seas, hold on, he will deliver you. Yes, he will. Hey, little old lady on final bed, sickness came and it left her for dead. Hold on, he will deliver you. Hold on, hold on, he will deliver you. Yes, I fly away.
joy will never end. Now fly away, I'll fly, I'll fly away. Oh glory, I'll fly away. Oh, when I die, hallelujah, bye bye. Köszönjük szépen! Thank you very much! Nagyszerű! Képzeljétek el, hogy ma délután megy majd Tatabányára szolgálni. And guess what? He's going to Tatabánya this afternoon. Viszi oda az evangéliumot. And he's taking the gospel. Meg majd Pécsre, azt hiszem holnap. And he'll go to Pécs as well, I think. Úgyhogy majd imádkozni is fogunk érte is, meg a szolgálatáért. So we'll pray for him and his ministry. De még egyszer nagyon szépen köszönjük. But thank you again. Thank you so mindig much. Csodálom, hogy egy szál gitárral fölraknak egy egész zenekart, nem? It's amazing how just one guitar and he makes this whole sound of a band. Szóval mielőtt ma belekezdenénk, arra kérlek, hogy üdvözöljétek egymást, jó, röviden, gyorsan, please csak egy kis kézfogás. You. Let's start quickly by saying hello to someone around you, next to you. Nem, ja, mert te nem tudsz. Ez jó, ez? Jó, értem. Rendben. Arra kérlek, hogy nézzétek meg a mobiltelefonokat, jó, hogy sikerült-e lehalkítani, illetve ha nem, akkor halkítsátok le most. And please make sure your cell phone is off, on silent. És ma reggel mielőtt belenéznénk az igébe, and before we would start the Bible study, szeretném nektek bemutatni a Medvecki családot. Kérlek, hogy fogadjátok őket szeretettel, egy nagy tapsal, jó? Otto és Teodóra. És tudjátok, hogy itt a Golgotában mi általában így bemutatjuk az Úrnak így az újszülötteket. And as you know, in our church we dedicate our babies before the Lord. We bring them before the Lord. De azt is tudjátok, hogy nem azért kell megmutatni az Istennek, mert eddig nem láttam, mert el volt dugva. And you know, it's not like we show the Lord our child because he hasn't seen him before. Ez egy különleges alkalom a szülőknek, akik ezzel azt mondják, hogy mi odaszánjuk az Úrnak a picinket. It's more of a special occasion for the parents to really say and confess that we want to give our child to the Lord. És jó dolog erre visszanézni mindig, hogy mi odaszánjuk őt. And it's always good to look back to this occasion that we have done this. Illetve nagyon jó nekünk, mint gyülekezetnek. And it's also great for us as a church. Hogy lássuk a kis Esztert itt. To see little Esther. És aztán, amikor legközelebb látjuk őket, imádkozzunk értük, meg segítsünk nekik, hogyha tudunk. And whenever we see them around or in church, just to pray for them and to remember them in prayer. Szóval ezért tesszük itt ezt. That's why we do this. Úgyhogy kérlek, hogy most, ahogy imádkozom Eszterért, imádkozzatok velem. So as I pray for little Esther now, I invite you to pray along with me. Jó napot kívánok! A nagy világra, imádkozzunk értük. Let's pray for them. Uram, köszönjük neked Esztert. Lord, thank you for Esther. És atyám, fölemeljük őt hozzád. Lord, we want to lift her up to you. Atyám, azért imádkozunk, hogy szólítsd meg az életét. And we ask that you would just touch her life. Uram, add, hogy úgy nőjön föl, hogy a te asszonyod lesz. That she may grow up to be a woman of yours. Imádkozunk azért, hogy ő megtérjen, hogy odaadja az életét neked. Lord, we pray that
She would come to know you and give her life to you. És arra kérünk, hogy használd őt. And ask that you would use that life. És szeretnénk imádkozni a szüleiért is, Uram. And Lord, we want to pray for her parents. Hogy as well, adj nekik bölcsességet. To give them wisdom. Adj nekik vezetést, ahogy nevelik őt. Give them guidance as they parent her. És tényleg nagyon sok kegyelmet, meg szeretetet. And Lord, give him lots of grace and love. Kérlek, hogy áld meg őket, az egész családot. And we ask that you would bless this whole family. Jézus nevében imádkoztunk. In Jesus' name we pray. És Isten minden embere azt mondja, and hogy... And we together say, amen. Amen, amen. Hát Isten áldjon benneteket, God azt kívánom. Annyira cuki volt. Direkt így csináltuk egyébként. That's how we planned. Elnézést, hogy itt hátat fordítok nektek, csak át kell rendezni a színpadot. Jó volt ma úrvacsorát venni. Olyan jó az egész alkalom, ahogy így megy, azon gondolkoztam. I was thinking it was so good to take communion together. It was so far, it was so lovely that to be together. And I'll try not to ruin it. De nagyon jó, hogy megálltunk ma megemlékezni arról, hogy Jézus meghalt értünk. But it was good to stop for a minute today and remember that Jesus died for us. Nagyon jó ez azért, mert megemlékszünk ilyenkor, hogy ő kegyelmes, hogy az ő kegyelme újból és újból megújul. Because we stop and we remember that he's gracious and that his grace renews every morning. Én arról is ilyenkor meg szoktam emlékezni, hogy milyen jó, hogy egy új kezdetet kaptam, egy tiszta lapot. Én mindig úgy emlegettem, hogy egy tiszta lapot az életemben. And I usually stop and think about the clean slate I get every time. Hogy milyen jó, hogy az életem egyik pontján valaki odajött hozzám, és elmondta, hogy van egy új esély, örök élet és megmenekülés. At the moment when someone came to me and spoke to me about the gospel and told me that there is forgiveness and there is eternal life and that I can start afresh. A mai órámnak az a címe, hogy emberhalászok. And today I'll be teaching about fishers of men. És szeretném ma bátorítani a gyülekezetet. And I want to encourage the congregation, remind the church, hogy Isten célja még mindig ez, hogy embereket, lelkeket mentsen meg. That this is still the heart of the Lord, that we would be tools in his hands to save people. Szeretném, hogy egy felidéznénk, hogy ez az eredeti elhívásunk. Just to really remember that this is our original call. És ez a cél, hogy végre megtérjen az utolsó ember is, és menjünk a mennybe. That is our purpose, our goal, that everyone would know the gospel, everyone would come to the Lord, and then we could go to heaven. De annyira könnyű elveszíteni a célt. But it's easy to lose track of our purpose. Könnyű elveszíteni a célt, amikor az életünk nagyon nehéz. When our life becomes difficult. Amikor sok nehézség jön, akkor úgy érzi az ember, hogy inkább magával kell foglalkoznia, mint a céllal, amit kitűzött magának. When there are a lot of problems in our lives, we tend to think we need all our energy to focus on ourselves and not on our calling. Ugyanígy a keresztényeknél is ez van. Amikor nagyon nehéz, amikor szenvedünk, akkor elveszítjük az eredeti célt. As Christians, when we are suffering, we lose track, we lose focus of the original calling. Ami az, hogy embereket, lelkeket mentsünk. Which is to save souls. Megtörténik az az emberre, hogy amikor nagyon jól van, amikor minden rendben van, amikor repül az élete. But when sometimes when our life is all is everything is going well and we are just flying. Akkor is elveszítheti az eredeti célt. Even then we can lose track of the original call. Mert úgy érzi, hogy már nem kell annyi erőfeszítés, nem olyan fontos, minden megy magától. Because we don't need to really put that much effort into this and things are just going well on their own. Hajlamosak vagyunk ilyenkor félrerakni azokat a célokat, amiket kitűztünk magunk elé. And we tend to put aside, mert már úgy nagyjából elértük. Put aside those purposes, those goals, because we feel like we have attain many of it. Ugyanígy a keresztény életben is, amikor minden rendben van, amikor jól vagyunk lelkileg. And in our Christian lives, when we are feeling good and our Christian life is going well. Hajlamosak vagyunk elengedni azt az eredeti célt. We lose
sight, we lose track of this calling. Hogy Isten még mindig azt akarja, hogy minden ember megtérjen, és az evangéliumot vigyük. That God's heart is that every man would know him and that we are called to be saving souls. De azt is észrevettem, hogy van egy harmadik módja, hogyan elveszíthetjük a célt. But I think there's also a third way we can lose track of our purpose. Nem tudom, hogy voltatok-e már így, amikor így gyakorlatilag semmi nem történik így az életedben. I don't know if you've ever been in that situation when there's basically nothing happening in your life. Nap napra, hét hétre. Just day to day, week to week, everything is the same. Nincs lent, nincs fönt, csak megyünk. There's nothing really, not that much of a high of it, a high or a low in it. It's just everything is the same. Ilyenkor is hajlamosak vagyunk így föladni a céljainkat. And in this situation, we tend to give up our purposes. Mindegy, hagyjuk. Úgyse fog ez már, nem lesz ez már jobb. Whatever. It won't really make a difference. Nothing is really going to change. Ugyanígy a keresztény életben is megtörténhet. In the same way in our Christian lives. Hogy amikor Isten nem csinál semmi nagyot, nincs egy nagy növekedés. There's nothing great, there's nothing amazing, great growth or something. Éppen nem vagyok megtörve teljesen. And I'm not really deeply broken. Semmi nem történik. Nothing is happening. Csak megint vasárnap van. It's just another Sunday. Megint szerda van. Another Wednesday. És csak úgy megyünk. And we just go. Hajlamosak vagyunk föladni a célt. We tend to give up our purposes. Hogy Isten még mindig azt akarja, hogy emberek térjenek meg. Our main call, which is that people would get to know him. Én arról szeretnék ma nektek beszélni, hogy mi vagyunk az emberhalászok. And today I want to talk about how we are those fishers. És ebben a korban, ebben a városban mi vagyunk elhívva arra, hogy embereket kapjunk el az örök élet számára, vagy lelkeket mentsünk. In this age, in this town or city, we are called to reach out to and save souls. Szeretném, hogy imádkozzunk előtte. I'd like to pray first. Atyám, először is köszönjük neked Joel-t, köszönjük, hogy itt volt ma. Father, thank you first of all for Joel. Thank you for him being here. Köszönjük, hogy megáldott minket a zenéjével. And thank you for the blessing he brought. És imádkozunk, hogy amíg így itt van Magyarországon, Tatabányán, Pécsen, használd őt, kérlek. And Lord, we pray that you would use him as his servant in Tatabánya and in Pécs. Uram, imádkozunk azért, hogy használd az ő életét, hogy emberek átadják az életüket neked. And Lord, use his life that people will get to know you and give their lives over to you. És imádkozunk, Uram, hogy szólj hozzánk is. And Lord, we pray that you would speak to us. Jézus nevében. In Jesus' name we pray. Amen. Borzasztó dolgot csináltam, képzeljétek el. I did a horrible thing. Ilyet még soha nem csináltam. I've never done anything like this before. Meg kell, hogy bocsássatok nekem. You have to forgive me. Elfelejtettem a bejelentéseket elmondani. I forgot to tell you the announcement. Ez durva, nem? Annyira benne vagyunk itt, hogy egy pár percet adjatok, és fölhívnám a figyelmeteket néhány dologra, jó? Ott hátul a nyomkodósok. I got so into what's happening and what I'm teaching. Nagyon szégyellem magam. Szóval először is újra lesz a mennyit érsz. Tudjátok, ez már volt itt a gyülekezetben. És a rész kígyóban lesz, és egyébként a részleteket megtalálhatjátok így a weboldalunkon is. Ebben az esetben most, ami lesz majd, október azt mondja, hogy 18-tól 21-ig, több napon keresztül lehet látogatni majd az előadást, de nem csak arra kérlek benneteket, hogyha esetleg nem voltatok, akkor menjetek el, nézzétek meg, mert hihetetlen érdekes, hanem arra is kérünk benneteket, hogy imádkozzatok értük. Imádkozzatok, mert egy ilyen fontos dologra szeretnék fölhívni a figyelmet, és imádkozzatok azért, hogy minél többen álljanak be e mögé, hogy segítsék imáikkal, meg akár anyagilag ezt a szolgálatot, jó? Mert nem csak lányokat mentenek meg fizikailag, hanem lelkeket mentenek meg, evangéliumot hirdetnek. Ezek a lányok új lapot kapnak.
És ugye erre hívja föl a figyelmet ez a kiállítás, az emberkereskedelemre, és az emberkereskedelem ellen emeli föl a hangját. Illetve a másik dolog, ami megint csak az evangéliummal kapcsolatos, hogy a Jákim Stúdió újra műsorra tűzte a Karamazov testvéreket, látjátok is. Október 22-én 16 órától lesz az előadás. Fölhívnám a figyelmeteket, hogy ez egy hosszú előadás, több szünettel, de rengeteg nagyon jó visszajelzést kaptak, és emberek elgondolkoznak az életükön az előadással kapcsolatban. Úgyhogy tényleg jó alkalom arra, hogy nem hívőket meghívjatok, és elvigyetek erre az előadásra. Úgyhogy jegyeket majd itt is lehet kapni, és ezért is kérjük így az imáitokat. Na, akkor miután megcsináltam, amit elfelejtettem, now that I've done my duty of announcements. Lukács evangéliumában leszünk, egyébként 5. részben oda lehet lapozni, ez lesz a fő ige részünk. So we'll be in Luke chapter 5. That's going to be our main verse. És innen is csak pár gondolatot fogok nektek hozni. I will actually only bring a few thoughts from here. Mert úgy gondolom egyébként, hogy ilyen nagyon gazdag ez az igerész, több oldalról meg lehet világítani. It's a very rich passage and we can look at it from very many different angles. De először Timoteushoz írt első levélben, nem muszáj oda lapoznotok, ki lesz vetítve. First, I want us to read from 1 Timothy. Második rész első 4 verse. First 4 verses. Csak magyarul fogom felolvasni, kérem az angolokat, hogy kövessék. We only read the verses in Hungarian. S tudjátok, én a saját revideállású Károlit használom. Jó. Intelek ezért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Nagyon fontos tudni azt, hogy Istennek az az akarata, hogy mindenki üdvözüljön. Erre vágyik. So it's very important to know that God's desire is that all men to be saved. And ez a célja. Erre hívja a tanítványait. And that's his main goal, and that's what he calls his disciples to. Mutatja nekünk azt, hogy ő irgalmas. It shows us that he's merciful. Ő nem ül fönt a mennybe és dörzsöli a kezét, hogy mikor lehet már ítélni itt embereket. He's not waiting in heaven, waiting and just counting down. Okay, finally now my judgment can come and I can judge people. Sokan haragvó Istennek mutatják be. Many people think or show God to be an angry God. De fontos tudni, hogy ő arra vágyik, hogy mindenki, hogy bárcsak mindenki megtérne. But really his heart, his desire is that all men would know him. Hogy mindenki tudja az igazságot, és mindenki a mennybe menjen. That everyone would know the truth and everyone would be in heaven with him. És ez az igevers azt is mutatja nekünk, hogy Istennek a vágya az is, hogy az evangélium mindenhova eljusson. And also we see that his heart is that the truth, the gospel would reach every person in the world. És hogy egy fő helyen legyen ez az életünkben. And that this would be a priority in our lives. Istennek ez fontos. It's important for God. Ez egy cél. That's a purpose. Megmentsünk lelkeket. To save souls. És a Máté evangéliumában pedig ezt olvasod a 28. részben. In Matthew 28 we read. 19-20. Elmenve ezért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Valamilyen okból Isten a jó hírnek a közlésére minket akar használni. And for some reason God wants to use us in reaching people and delivering the good news. Embereket, hogy emberek menjenek és mondják el az evangéliumot. That people would go and share the gospel. És elmondom, hogy miért embereket akar használni. And I'll tell you why God wants to use people. Mi gyakran úgy gondoljuk, hogy mi nem vagyunk méltóak ahhoz, hogy evangéliumot hirdessünk. Because often we feel like we're not worthy. We're not worthy to be the ones to reach people and to share the gospel. Legtöbbször engem is az állít meg, hogy nézd magadra.
hogy viselkedtél, vagy hogy viselkedsz? Te akarsz evangéliumot hirdetni? And often that stops me too. It's like, look at yourself, just look at your life. What are you doing? You're a sinner. How do you want to preach the gospel? De Isten azért szeretne embereket használni, hogy hirdessék az evangéliumot, mert ti vagytok, ti, én, mi vagyunk a legjobb képei a kegyelemnek. But God wants to use you and I because we are the greatest a picture of grace. Nem, ha erről az oldalról nézed, akkor tök jó, nem? If you look at it this way, it's quite great. Hogy igen, abban nagyon jó vagyok, hogy Isten megmutassa rajtam a kegyelmét. Well, minden yeah. percbe. Yeah, that's true. I'm pretty good at showing the grace of God in my life. Igen, egy bukott ember vagyok, de Isten kegyelmes. Because I'm a fallen man, but God is gracious. Szóval te is egy tökéletes képe vagy a kegyelemnek, és a legjobb eszköze az evangélium hirdetésnek. So you are also a perfect picture of grace and a great a tool in God's hands for reaching others. Szóval legközelebb ez ne állítson meg, so hogy nem vagy méltó. Next time this should not stop you that you're not worthy. You mert igazából like nem worthy. Vagy méltó, de ez rendben van. Because you are not worthy, but that's fine. Szóval Jézus azt szeretné, hogy a tanítványai, te meg én menjünk és beszéljünk az evangéliumról. So Jesus wants us, his disciples, you and I to go and speak to other people. És nem csak azok, akiknek az evangélista ajándéka van. And not just those of us who have the gift of evangelists. Sokszor hallottam a gyülekezetben, hogy nekem nincs meg az evangélista ajándéka. I've heard this before in churches like I don't have this gift. Sőt, én is mondtam, hogy jaj, nekem nincs meg az evangélista ajándéka. In fact, I have said that before. I don't have that, the gift of evangelism. És igazat mondtam, tényleg nincs meg az evangélista ajándéka. And it's true. They were right. I'm right. I don't have it. Én be vagyok tojva attól, hogy a nyugatiba fölálljak egy padra, és belekiabáljam a világba, hogy Jézus az Úr, és térjetek meg. Because I am quite scared to stand up on a bench in the middle of Nyugati Square and just shout into the crowd of Jesus loves you and he died for you. Tényleg nincs meg ez az ajándék. I don't have that gift. Az evangélistáknak megvan. Those who have this gift. De Jézus nem erről beszél. Ő azt mondja, hogy menjetek mindenki, mondjátok az evangéliumot. They might be comfortable, but Jesus calls all of us to go and do and reach people and share. Én úgy veszem észre, hogy Jézus szeretné, hogy a házasságom, a gyereknevelésem, az életem az evangélium körül lenne. I think God calls me to build my life, my marriage, my parenting, my work around the gospel. Nem feltétlenül sikerül ez mindig, de tudom, hogy ez Jézusnak a vágya. I know that doesn't always I don't always succeed, but I know that's the heart of God. That's what he calls me. Mert ő azt akarja, hogy minden ember megtérjen. Because that will call other people. That's what he wants to reach other people. És küld minket, hogy mentsünk lelkeket, mentsünk életeket. And he sends us out to save souls. Ott a Lukács 5-ben, a tizedik versnek a végén, így nevezi Jézus a tanítványait. In Luke 5, at verse 10, azt mondja, hogy ne félj, mert mostantól embereket fogsz. Máshol emberhalászok lesztek. He says, no, don't be afraid. From now on you will catch men. Szóval én ma arról fogok beszélni, hogy ti, meg én, mi emberhalászok vagyunk. So that's what I'm talking about. That you and I, we are fishers of men, or catchers of people. És három egyszerű pontban szeretném megmutatni, hogy milyenek az emberhalászok. And a few points I just want to talk about what it's like to be. Az első pontom az, hogy halászat nélkül nem lehet halat fogni. First of all, if you don't go out fishing, you won't catch any fish. Na, most néhánynak a fejében látom, hogy dehogy is nem. And some are thinking, of course you can. És tudod mit, igazad van, teljesen igazad van. And maybe you're right. Ma már elmész egy nagy bevásárlóközpontba. Today you go to a big supermarket. You pull it out. És megvan a hal, nem? You caught the fish. Még össze is vágják neked, előkészítik. Actually, you can just take it out of a igen, lehet freezer. Ezt is csinálni. Menni egy helyre, ahol már vannak megfogott halak. Or they go prepared for you, cut it up for you. Yes, you can go to a place where they're already caught fishes. Néha keresztények is ezt csinálják.
Sometimes Christians do that. Mennek helyekre, ahol már vannak megfogott halak. They go to places where they're already caught fish. Hát lehet ezt is csinálni. Yes, you might do vagy, that vagy too. Tudjátok, hogy vannak a van a fagyasztott hal, nem? Az is van. Or there is the frozen fish, right? Ki tudja már milyen idős? Who knows how old? Kemény. It's quite hard. De benyúlsz, megvan, kész. You ott pull is it a hal, out nem? And there you go, you have it. Ezt is lehet csinálni, igen. Yeah, you can do that too. Még keresztényként is. As Christians. És nem feltétlenül rossz. And it's not necessarily bad. Elmenni az öreg, megfagyott szívekért. Go to reach those frozen, hardened hearts. Hogy visszahozd őket, fölmelegítsd. To bring them back, to warm them up. Ez sem rossz, nem? It's not bad either. És van még egy, ahogy halat lehet szerezni. And there's one more way to gain fish. Az, hogy így ikráztatják őket, meg ilyenek. Most ebben nem akarok belemenni. That they are farming them. De a lényeg, hogy nevelünk halakat ilyen pici kis ikrákból. That they are farming the fish from little eggs. They grow Bocsi. The fish. Az is jó. Ne haragudj. Elején azt mondta Krisztina, csak kegyelmesen. In the beginning I was telling just be gracious to me this morning. Okay, ez is működik, nem? So farming works, right? Volt egy időszak a gyülekezetünkben rengeteg Tatabányán rengeteg gyerek született. Some years ago in Tatabánya there was a season when there were many kids mondtam, being hogy, born. Mondtam, hogy nálunk ez a gyülekezet nevelési program. And we said this is how we increase number. Nem evangelizálunk. We don't go out to do outreaches. Mi házasodunk. We just get married. Igen, lehet ezt is csinálni. And yes, that's a way. Így is nőni fog a gyülekezet, és lesz több hal. And then that's a way to increase the number of people in the church, and there'll be more fish. De én ma arról szeretnék beszélni, amikor konkrétan a halász kimegy, beveti a hálót, vagy a horgot, és ő fog halat. But today I want to talk about real fishing. When you take your net, or you take your bait, and your fishing rod, and you catch fish. Én ma konkrétan arra akarlak bátorítani benneteket, hogy ti legyetek azok, akik kimentek a világba, mondjátok az evangéliumot, és elkaptok embereket Jézusnak. I want you to be those people who go into the world and share the gospel and catch people for Christ. Mert én láttam ezt totálisan visszafejlődni, elsorvadni az én életembe. Because I've seen this. I experienced how this part of my life totally withered away. Hogy minden más csinálok. I do many other things. Jó kifogásaim vannak. I have great excuses. De már nem hirdetem az evangéliumot. But I don't reach the gospel anymore. Az ötödik rész első versében ezt olvasódott a Lukácsban. We're back in Luke chapter 5 in the beginning. És érdekes lesz ebből a pici versből mennyi mindenki fog jönni. And from this little passage many different things will come out. Azt mondja itt, és történt, hogy amikor a sokaság hozzá tódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál állt. Érdekes, hogy milyen időszakban van itt Jézus egyébként. Ezt így elmondom nektek. So it's interesting to see how Jesus is being present. Ezen a ponton rengeteg ember követi Jézust. Vannak, akik azt mondják, hogy 10-15 ezren is voltak ott. In this season of his life there are many many people following him. Something it might have been 10-15,000 people. Ami nagyon érdekes, mert eddig a pontig Jézus nem nagyon csinált semmit. And it's interesting because up till now Jesus hasn't done much. Majd nézd meg, nézd utána otthon. Just read it. Look it up for yourself. Mégis 10,000 ember, 15,000 ember követi. Yet 10-15,000 people are following him. Emberek, akik akarják hallani meg látni Jézust, nyomulnak. People who want to see him, want to hear him, they go and push and want to be near him. Őszintén ez a lelki pásztoroknak az álma, nem? Truly, Sanyi, mit gondolod? This is the dream of every pastor, right? Tömeg, aki látni akarja meg hallani Jézus. Pressing multitudes who want to come and hear and see Jesus. De szerintem talán nem csak a lelki pásztoroknak az álma, szerintem minden kereszténynek az álma, nem? Még több ember legyen, aki látni meg hallani akarja Jézust. And I think it's not just the dream of pastors, it's the dream of many Christians, that all the people in the world, lots of people will get to know Jesus. Mi Jézus sikerének a titka? What's the key to his success? Lehet, hogy ebből egy könyvet kéne írni. Maybe there should be a book. Vagy már írtak? Or maybe it's been written already. Nagyon érdekes, hogy Jézus eddig nem csinált semmit. So up till now, Jesus hasn't done much.
De amit eddig látunk, ő elmondja, hogy mi a sikerének a titka. But he will talk about, he will say what is the secret of his success. Ha akarod, írd föl a János 6:44, nem lesz kivetítve. Just if you want, write down John 6:44. Azt mondja, hogy senki se jöhet én hozzám, ha csak nem az Atya vonja. And he says, no one can come to me unless the Father draws him. Milyen bátorító, nem? How encouraging. A világ legjobb tanítója azt mondja, hogy nem miattam vannak itt. The greatest teacher of all time says, it's not because of me. Nem, Isten hozta őket. It's because the Father, it's because God has brought them, drawn them here. És tudod, hogy mit csinált eddig Jézus? And you know what eddig Jesus has been doing up till this point? Körülbelül 30 pár évig egyszerű asztalos. As a simple carpenter for about 30 years he was working. Okay. Aztán jön, bemerítkezett. Then he comes and gets baptized. Azt mondta, hogy nekünk így engedelmeskedni kell, példát mutatott, bemerítkezett. He says we need to be obedient and he shows example. He aztán, shows that by his through his example and aztán gets baptized. Aztán a Szentlélek elviszi a pusztába 40 napra, Sátán kísérti. Then the Holy Spirit leads him to the desert and for 40 days he's being tempted by visszajön, the devil and he comes back és csak elkezdte mondani, hogy térjetek meg. And he just starts saying come and repent. És itt van csomó ember, látni akarja meg hallani. And here are all these people who want to hear him and see him. És azt mondja, hogy ez nem én vagyok, ez nem én csináltam, az Atya vonja őket. Én csak teszem a dolgom. It's not me, it's not my doing. It's the Father inviting them, it's the Father drawing them. Látod, hogy csak egyszerűen élte az életét, nehézségei voltak, és beszélt az evangéliumról, és követték Istent az emberek. He lived his life, he had his own struggles and difficulties, and he spoke about God to people. Az első korintusi levélben, in 1 Corinthians, harmadik részben, chapter 3, 6-7, verse 6 and 7. Azt mondja a Pál, hogy én plantáltam, Apollós öntözte, de az Isten adja a növekedést. Azt mondja itt, hogy Isten hozza a növekedést. Ez nem képességeinken, nem ettől függ. And he says here that it is God who gives the increase. It's not our abilities. Ezt ő csinálja. He does it. De mégis van egy emberi komponens, ami megállíthatja az evangéliumot. Yet there is a human factor that can stop the gospel. Római levél 10. rész. In Romans chapter 10. 9. verstől fogom olvasni. In verse 9, I'm going to read. Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatsz. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Mert azt mondja az írás, valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Mert nincs különbség zsidó meg görög között, mert ugyanaz az Ura mindenkinek, aki kegyelemben gazdag mindenkihez, akik őt segítségül hívják. Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen megvan írva, mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek. Itt föltesz egy nagyon fontos kérdést az ige. So the Bible asks a very important question. Hogyan hallanák, ha nem prédikálják? How would they hear it if no one is preaching it? Tényleg. Ez egy fontos kérdés nekünk. That's an important question for us too. Hogyan fogják hallani körülöttünk, ha nem prédikáljuk? How will they hear the people around us if we don't preach it? És Isten várja, hogy menjünk és tegyünk tanítvánnyá embereket. And it is God's heart that we would go and make disciples of all nations. Tudjátok, olyan jó látni, amikor teli van a gyülekezet, meg ki kell rakni itt az oldalsó székeket, meg you minden. Know, it's wonderful to see that all the seats are taken, that we have to pull up the chairs on the side because we are full. Olyan jó, amikor jönnek a tömegek, hogy lássák, meg hallják Jézust. It's great when the multitudes are coming to hear and see Jesus. De olyan szomorú látni, amikor egyre kevesebben vannak, vagy elkopnak emberek.
And it's sad to see when there are less and less people coming, or there are certain people who are gone. És egy ilyen nagy gyülekezetben még egyébként kevésbé veszed észre, mint egy kisebbe. And in a big church like this, you don't really see it, but in a smaller community, it's very evident. Olyan jó látni a növekedést, és olyan szomorú, amikor mennek el emberek. And it's so good to see the growth, and it's so sad to see the decrease. Ha szeretném, hogy a gyülekezet növekedjen, akkor itt az első pont, hogy mondani kell az evangéliumot. If we want to see the church increase, the first thing is to start preaching. Nem jobb programok kellenek, meg hangzatosabb beszédek. It's not better programs and greater preaching. Emberek, akik mennek és elmondják a jó hírt. But people who go and simply share the gospel. Sokat imádkozom ébredésért. I pray a lot for an awakening. Isten azt mondta, hogy te ébredjél föl és indulj, akkor mondjad. God told me that you wake up and start going and start preaching. Nem a képességeidtől függ, az erőttől. Én azt majd adom. It's not your abilities, it's not your knowledge. I'll give that. Csak menj és mondjad. You just go and share. Szeretnél növekedést? Menj és mondjad. If you want to see the increase in the people coming to the Lord, then start sharing. És olvastam ebben kapcsolatban egy érdekes történetet, hadd osszam meg veletek. I actually read an interesting little story about this. Let me share it with you. Ami így megtört engem egyébként. Which broke me in a way. Próbáljátok figyelni és nem elaludni, jó? Try to listen and not fall asleep. Azt mondja, volt egyszer egy néhány férfiból álló csoport. Once there was a group of a few men. Akik halászoknak nevezték magukat. Who called themselves fishermen. A környékükön sok tó, folyó, patak volt teli halakkal. And surrounding where they were, there were many lakes and rivers full of fish. Ez a csoport, akik halászoknak nevezték magukat, hétről hétre, hónapról hónapra összejöttek. And this group of men, the fishermen, they gathered every week. És arról beszélgettek, hogy az ő dolguk az a halfogás. And they were talking about how their calling is, their purpose is to minden héten fish. Jó pár órát ebben töltöttek el. Weekly they would spend a few hours talking about this. És mondogatták, hogy milyen sok hal van a környéken, és hogyan kéne halat fognunk. And they would talk about how the rivers and lakes are full of fish and what they need to be doing to catch all that fish. Sőt, évről évre finomították a halfogási technikáikat is. Year by year they would refine these methods of fishing. És leszögezték, hogy a halászoknak a legfontosabb feladata az a halászat. And they would state that the most important purpose of a fisherman is to fish. Folyamatosan keresték a legújabb módszereket, hogy hogyan halászhatnának. And they would always search for the newest method how they can fish better. Szlogeneket találtak ki, amiket így hangosan hangoztattak is, hogy a halászat az jó és kell. And they had made up slogans of what these little mottos and all on a banner to share with people how great it is to fish. Ezek a halászok nagy épületeket építettek. They built great buildings. Amiket halászházaknak neveztek. And they would call it fisherman's house or fisher's house. Mindeközben vágyuk az volt, hogy mindenki halász legyen. And in the meantime their heart's desire was that all people would be fishermen. Mindezen aktivitások mellett csak egy dolgot felejtettek el. And among all these activities they were doing, they only forgot one thing. Soha nem mentek el halászni. They never went fishing. Idővel a rendszeres találkozóikon embereket vettek föl a csapatba. And on their regular meetings they started hire people. Őket teljes állású halászoknak nevezték. They called them full-time fishermen. Felállítottak egy bizottságot, aminek az volt a dolga. They made a committee. Hogy elküldjön halászokat más halász területekre, hogy ott fogjanak halat. And the purpose was to build up fishermen and send them out to go fishing in other areas in other parts of the world. Rengeteg meetingen keresztül próbálták meghatározni egyre jobban, hogy mi is az a halászat. And through many meetings they wanted to describe what fishing really was.
de sem a munkatársak, sem a bizottságnak a tagjainak nem fülött a foga ahhoz, hogy halásszanak. But neither the full-time fishermen nor the people on the committee were really devoted to go fishing. Bírod még? Igen. Már nem sokan. Okay. Később nagy képzőközpontokat kezdtek el felépíteni. Later they would build these great training centers. Amelyben eredetileg új halászokat képeztek. Ez volt a terv. Where their plan was to raise up new fishermen. Olyan tantárgyakat ajánlottak például, hogy hogyan legyél jó hal. Hal? There were subjects such as how to be a good fish. Vagy a halak szükségletei. The needs of a fish. Vagy a halak búvóhelyei. Or the secret hiding places of fish. Hogyan tápláljuk a halakat? How to feed the fish. Az órákat ilyen haltudományból doktorált emberek tanították. And these lessons were taught by great doctors of who had doctorates in fish. Who knew all about fish? Ezután kapsz egy nagy tapsot majd mindenképpen. Évről évre fárasztó tanórák után sokan lediplomáztak halászatból. Every year after many vigorous hours of studying, people would graduate as new fishermen. Ők lettek a teljes állású halászok. And then later became the full-time fishermen, right? De persze senki nem halászott. But still no one was fishing. Az egyikük viszont egyszer valóban elment halászni. But one of them once actually went fishing. És fogott néhány halat. And caught a few fish. Neki azonnal utakat szerveztek. And immediately they organized trips for that one person. Amelynek a keretén belül ő sok halászházba ellátogatott. And then through that he would go visit other fishermen's houses and teach. Beszámolókat tartott, mutogatta a képeket a halakról. And he would talk about his adventures of fishing and how the fish looked and he showed pictures of it. Konferenciákra hívták, hogy mondja el, hogy hogyan kell halászni. And they invited him to conferences where he would teach about how to fish. Gyakorlati szemináriumokat tartott. He had practical seminars that he would teach. Nem sok idő telt el, a halászt annyira lekötötték ezek a tevékenységek, hogy már nem ment vissza többet halászni. And not much later, this one fisherman was so busy doing all these, fulfilling these invitations that had no more time fishing. Actually. Ami miatt először nagyon bűntudata volt egyébként. And in the beginning he had quite a feeling of guilt. De egy idővel elfogadta azt, hogy azzal teszi a legjobbat, ha stratégiai szinten támogatja az új halászokat. But then he decided it was a good purpose to strategically support all the fishermen who are out there. Úgyhogy megint nem halászott senki. So again, no one was fishing. Ezt elolvastam ezt a történetet, és engem így összetört. I read this story and I was broken. Mert remélem, hogy legtöbben itt értitek a párhuzamot. Because I hope most of you understand the parallel. A halászat meg az evangélium között. That fishing and the gospel, sharing the gospel. Hogy lehet, hogy mi is ugyanezt csináljuk. It seems like we do the same thing. De közben nem halászunk. And we don't fish. Lehet, hogy hétről hétre találkozunk és finomítgatjuk a halásztudományunkat, de nem halászunk. Weekly we gather and we refine a little bit more on our fishing abilities, but we don't fish. És tényleg így megütött engem, hogy Német Jani, a halászatról tanítasz. And it hit me that Jani, you're going to be teaching about fishing. És mikor volt utoljára, hogy mentél halászni? But when was the last time you yourself went fishing? Szerintem ez egy fontos kérdés, mert Istennek a célja még mindig az, hogy lelkeket mentsen meg. And it's an important question because God's main purpose is still that people would know the truth. Eredetileg emberhalászok vagyunk mindannyian. All of us are originally fishermen. Men are lehet, fishers of men. Lehet, hogy valamilyen szinten hasonlítunk Jézushoz. And yes, in a way we resemble Jesus. Talán mi is melózunk. Remélem, hogy mindannyian.
tudtok dolgozni. Because we all have a job, we all work. I hope you all do. Valakinek nagyon jó vezető pozíciója van, van aki lehet, hogy egy egyszerű segédmunkás. And some of you might have a very high position in leading. Some might just have a lower hard hands-on job. És lehet, hogy te is bemerítkeztél, odaszántad az életedet az Istennek. And you have been you have given your life to Jesus. You've been baptized. Lehet, hogy már túl vagy a sátánnak a kísértésein, a nehézségein. Lehet, hogy már te is voltál nagyon mély ponton. Maybe you're done. You're over those times of when Satan is really tempting you and you're in a valley in the brokenness. Vagy lehet, hogy most éppen abba vagy. Or maybe you are right now in that situation, in that season. Szóval legtöbbször ezeket azért el tudjuk mondani magunkról. This we often can state about ourselves. De lehet, hogy azt meg elfelejtetted, hogy menj és mondd, hogy eljött az Isten országa. But we forget to go and share that now is the time and Jesus is here. Nézzük a történetet itt. Tényleg itt röviden megnézzük a végét. Ott is van két pontom. And let's look go back to our story in Luke. Lukács 5:2-től 5-ig olvassuk először. So it's Luke 5. És látott két hajót állni a vízen, a halászok pedig miután azokból kiszálltak, mosták az ő hálóikat. És ő bemenve az egyik hajóba, amely a Simoné volt, kérte őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől, és mikor leült a hajóba, a hajóból tanította a sokaságot. Mikor pedig megszűnt beszélni, mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra. És felelve Simon mondta neki, Mester, jól lehet, egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit. Mindazáltal a te parancsodra levetem a hálót. Ez nagyon érdekes dolog, és biztos vagyok benne, hogy elsőre nem veszitek észre, amit ki akarok emelni. Interesting, and I'm pretty sure you won't know, or it won't stand out for you what I want to highlight. De nagyon egyszerű. Jézus azt mondja Péternek, hogy menj vissza halászni. But it's very simple. Jesus says to Peter, go back to fishing. Menj vissza újra halászni. Go back and try again, start fishing. És talán Péternek megvoltak a saját kifogásai. And Peter had his own excuses. Ez csak magamból kiindulva gondoltam, nincs leírva sehol. I'm just thinking, I'm thinking about myself, I'm assuming it's not written. Péter tökéletesen tudta, hogy hol kell és mikor kell halászni. Peter knew exactly where to fish and when to fish. Valószínűleg az egy meglepetés volt neki, hogy egész éjjel nem fogtak semmit. Talán ez egy nagy csoda volt Istentől. Maybe it was a surprise for him that he caught nothing that night. Maybe that was God's doing. Szóval egy halászember, akinek ebből áll az élete. He's a fisherman and his whole life is about fishing. Talán mondta magában, hogy Jézus, ez most tutti nem fog működni. And in his mind he probably said, Jesus, this is not gonna work. Ha éjjel kint voltunk és nem fogtunk, most biztos nem fogunk. If we went out and that we caught nothing in the middle of the night, we won't catch anything. Mert right most now. Még rosszabbak a körülmények. Because the circumstances are even worse than at night. Olyan volt Péter, mint egy magyar, nem? Peter's kind of like a Hungarian, huh? Mármint, hogy nem akarok általánosítani, de sok magyar mindig elmondja, hogy miért nem fog valami működni, but nem? But Hungarians tend to say, well, how certain things, why certain things won't happen. Tehát tényleg tisztelet a kivételnek, senkit nem akartam. I don't want to hurt any of us. Talán ott volt a fejében, hogy hát egész éjjel dolgoztunk, nulla, zéro hal, nincsen semmi. All night we were working hard and there was no fish, zero fish. Hogyan gondolnád, hogy akkor most majd fogunk? Why do you think we would catch any right now? És egyébként Jézus, nem tudom, hogy észrevetted, de mi már föladtuk, már hálókat mosogatunk, tehát itt mi már megyünk haza, nem érdekel már. And I don't know, Jesus, have you noticed that we are washing our nets? We kind of give up on this day and we're going home. És egyébként meg te egy asztalos rabbi vagy. And by mondd. The way, you're a carpenter rabbi. Szóval, hogy én ilyen lennék. That's how I would meg react. Meg néha vagyok is. And that's how I react. Megmagyarázom, hogy miért nem. I would explain why not. És nézd meg, Jézus azt mondja, menj vissza, gyerünk. And he says, go back fishing. Try again. Én nekem egy nagy üzenet volt az, hogy Jézus szeretné, hogy te meg én, hogyha már abba hagytuk az emberhalászatot, menjünk vissza. And I like this
parallel that Jesus, even if we have already kind of give up on fishing for men and we stopped doing it, bármennyire is te már belefáradtál, no matter how tired you might be, bármennyire is elmondod, hogy ez miért nem fog működni, and you might have reasons to say why it won't work, vagy lehet, hogy valami vallásos gőg van benned, hogy te már, nehogy már te csináld ezt már, or maybe ennyi you have idő some után, sort of spiritual pride that you're thinking why I should not, I'm not going to be menjenek doing this. A, menjenek az ifik. Go send out the youth. Let them do it. Magamból indulok ki. Again, I'm thinking, and these thoughts are coming from me. Tudod, bármennyire is eleged van, vagy te már föladtad, te már mosogatod a hálókat, mert nem tudom, azt gondolod, hogy már B-oldal, és vége van. And so no matter how tired you might be, and you've given up on that whole thing, and you're washing your net, Isten azt mondja, menj vissza halászni. God tells us to go back fishing. Mert a cél még mindig nem változott. Because the purpose there, our goal hasn't changed. És az eszköz sem. And the tools haven't either. Még mindig te vagy a legjobb eszköz arra, hogy evangéliumot hirdess. We as humans, we still are the best tools in God's hands. És én szeretek nagyon horgászni, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. I actually love gone fishing. És nem régiben voltunk is horgászni. Not long ago we went fishing. Teljesen együtt tudtam érezni Péterre, hogy egész nap kín voltunk és nem fogtunk semmit. I can absolutely relate with Peter. We were there all day and we caught nothing. Illetve egy ekkorát, egy sneci volt. Actually we've caught something. De az is csak azért, mert az egyik haveromnak, akivel voltunk, szüli napja volt. And that again it was only because the friend I was with, he had his birthday. És ő így mondta, hogy uram, nehogy már egy halat nem bírunk fogni. And he said, Lord, just one little fish for my birthday. Szóval egy az meg volt. So he got that one. Mondtam neki boldog szülinapot. I told him happy birthday. De én nagyon szeretem a stratégiát ez mögött. But I really love strategies behind this. Hogy most hova dobjak, most oda dobjak? Where should I throw my bait? Which direction? Hogy milyen a behorgászandó terület? What's the area that we want to fish? Hogy most próbáljuk egy kis gilisztával, vagy? Should we try the little worm? Csontival, azt nem tudom. Or something else, little some other animal. Csonti, bal csonti. De még úgy is el tudok horgászni egész nap, hogy nem fogok semmit, csak abban foglalkozom, hogy hogyan csináljam. But I still have a great time and spend all day fishing, just playing with my baits. Nagyon jó. And just working them. And... És én belegondoltam, hogy valahogy... Uram, add vissza ezt a tüzet az ember halászatba is. And I was thinking, Lord, give me the same desire, the same fire for fishing men. Hogy a stratégiákat állítsak föl megint, hogy az anyukámnak hogy fogom elmondani, vagy a munkatársamnak, vagy a barátomnak, hogyan kapom el őket? Just making strategies again, being on fire about this, and how am I going to talk to my mother? How should I talk to this friend? And how can I catch that colleague? Hogyan hozom el a gyülekezetbe? How will I bring them over to church? Kezdjetek, menjetek vissza halászni. Start going back to fishing. És fejezzük be a részt. So let's finish our passage. 6-11. From 6, verse 6 to 11. És ezt megtéve halaknak nagy sokaságát kerítették be, szakadozott az ő hálójuk. Intettek ezért a társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. És eljöttek, megtöltötték mind a két hajót annyira, hogy csak nem elsüllyedt. Látván pedig ez Simon Péter Jézusnak lábai elé esett, mondva, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Mert félelem fogta körül őt, és mindazokat, akik ővele voltak, a halfogás miatt, amelyet fogtak. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, a Zebedeus fiait, akik Simonnak társai voltak. És mondta Simonnak Jézus, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. És a hajókat a szárazra vonva elhagyták mindenüket, és követték őt. És ez az utolsó pont, amit meg akartam mutatni nektek. And that is the last point I wanted to show you. A halászattal kapcsolatban. Regarding fishing. Hogy a kis engedelmesség is engedelmesség az Úr előtt. That little obedience is obedience before the Lord. Biztos vagyok benne, hogy észre se vettétek, mert elsőre én se. Maybe you haven't noticed because I actually haven't for first reading. Jézus eredeti parancsa, hogy menjetek ki újra.
Jesus' command is to you to go out. Gyerünk a hajókkal, menjetek és dobjátok ki a hálóitokat. You all go out and you all throw out your fish, your nets. Péter azt mondja, kimegyek és megteszem, kivettem. But then Peter says, okay, I will go and I will throw my net. És nem tudom, hogy miért csinálta így. I don't know why he did it this way. Szerintem Jézus arra gondolt, gyerünk, szedd össze a haverokat, és megyünk újra ki, menjetek ki újra. I think Jesus wanted him to gather all the men and let's go out. Látod, szükség is lett volna rá egyébként. And we see that they were needed at the end. De Péter csak azt mondja, én kimegyek, és én ezt kivettem. Peter says, I'll go and I'll throw the net into the water. Péter nem azt csinálja, amit Jézus mondott. So Peter is not doing exactly what God. És tényleg Jesus nem akarom asked. Bántani, mert ő legalább csinálta. And I don't want to hurt him because at least he did it. De lehet, hogy az volt a fejében, hogy hát mi lesz, ha nem sikerül, akkor nem égünk akkorát legalább. But in his head, he's probably thinking, okay, but if it won't work, at least it was just me. It's not going to be that embarrassing than asking all my friends to come again. And ki dobja a hálót? He's thrown a net. De mivel nem azt csinálta, amit Jézus, azért mondja, hogy majdnem elszakadt a háló, és majdnem elsüllyedt a hajó. But because he wasn't doing what Jesus asked him, his boat almost sank, and his net almost broke. De nekem nagyon tetszik, hogy ez a kicsi, részleges engedelmesség is Isten szemébe ez engedelmesség. But I like how this part of his obedience is obedience. És ez bátorítson benneteket is. And that should encourage all of us. Mert lehet, us. Hogy nem úgy fogsz innen elmenni, hogy igen, és kilépsz az ajtón, és üvöltöd, hogy Jézus az Úr. Remélem, because hogy nem maybe you won't go out, just stepping out onto the street and yelling out and preaching Jesus, and maybe you shouldn't. De lehet, hogy egy pici szikrát azért kaptál, hogy igen, én újra akarok halászni embereket. But maybe there is that sparkle again to start thinking about, yes, I want to go back fishing. Akkor szeretném, hogy látnád, hogy a pici lépésed az áldást fog hozni, tényleg eredményt fog hozni. Know that that small step of yours will bring a blessing. És a Bibliában végig látni, hogy a kicsi, nem tökéletes engedelmesség Istennek az áldását hozta. And we see it in more places in the Bible that our obedience, even if it's not like our small obedience, is a, can become a blessing in God's hands. Ott van Naamán, az egyik hadvezér. There is Naaman, one of the army generals. Az Ószövetségben. In the Old Testament. Leprás volt. He was he had leprosy. Azt a parancsot kapja Istentől, hogy a Jordánba fürödjél meg hétszer. And God tells him to go and swim in the Jordan for seven different times. But he starts whining. Nehogy már büdös Jordánba. I need to go and dip myself into that stinking Jordan. Sokkal szebb tavaink vannak nekünk. We have much more beautiful and clean lakes. És nagy döjfösen azért megcsinálja. And pouting, he goes and does it. Az Úr nem mondja azt, hogy hát ha így, akkor száradjál meg, ahogy vagy. And God doesn't say, well, fine then, if that's how you, that's your attitude, then be as you are. Nem, ő meggyógyult, igaz? No, he healed him. Vagy ott van a vérfolyásban szenvedő asszony. Or there is the woman with the bleeding. The aki kitalálta, bleeding. Hogy majd Jézusnak a varázsköntösének a szélét majd megfogja, és and akkor majd meggyógyul. She came up with the idea that by touching the robe, the bottom part of the robe of Jesus will heal her. Isten nem fordult meg és mondta, hogy hát teológia egyes. And Jesus didn't turn around and says, well, in theology this is F. Nem, azt mondja, azonnal meggyógyult. No, he heals her immediately. Vagy ott van a hitetlen apa, aki hozta Jézushoz a fiát. Or there is the father who doesn't have faith, but brings his son before Jesus. Mondjuk azt inkább, hogy nem sok hite volt, jó? He doesn't have much faith. Mert ahhoz azért volt, hogy oda vigye. Because he had enough faith to take the child to him. Nem, és Jézus azt megkérdezi, hogy hiszed, hogy meg tudom gyógyítani? And Jesus asks, do you believe that I can heal him? Ő meg azt mondja, hogy hiszek, segíts nekem a hitetlenségem. He says, I believe, but help my unbelief. Jézus nem mondta, hogy nem elég. And Jesus didn't say, well, this is not much of a faith, or not, it's not enough. Ez a fiú is meggyógyult. That boy was healed, too. Hidd el, hogy elég vagy.
te. Believe that you are enough. Hogy a te életed, a te munkahelyeden, a te iskoládban az oda van kitalálva. That your life and your school and your workplace, you are designed to be there. Nem kell jobban csinálni, egyszerűen csak tedd a dolgod. You don't have to do it better. Just és do it the way you are. Amikor lehetőséged van, mondd. And whenever you have the opportunity, speak up. Tökéletes képei vagytok, vagyunk a kegyelemnek. We are perfect pictures of grace. És elég vagy Istennek, hogy használjon. And you are enough for God to és ne hallgass, amikor a gonosz folyton csak kárhoztat, hogy te rossz vagy. And don't listen, don't believe the words of Satan when he's continuously condemning us, that we are not enough, we are bad. Meg, hogy Isten téged nem tud használni. And that God cannot use us. De nagyon is tud. Yes, God és a legnagyobb bukásomba is tud használni. And even if our great, in spite of our greatest failure, in our failure, he can use us. Ha hajlamos vagyok visszamenni az Istenhez. If I'm willing to go back. Igen, és kezdjetek, legyetek újra emberhalászok. So become fishermen again. Hogy ne csak emlékezzünk arra, hogy valamikor valaki új lapot adott nekünk. So we wouldn't just remember that there was a day in our lives when we got a new slate. Meg hogy milyen jó, hogy valaki odajött hozzánk és elmondta, hogy van evangélium. And how great it was that someone took the courage to speak about Jesus and we heard the gospel. Hanem legyetek ti azok, akik oda mentek a jövő héten valakihez és elmondjátok, hogy van ki. But you be that person and do that for someone and share the gospel. Halászok. Let's be fishermen. Imádkozzunk. Let's pray. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt a mai reggelt. Father, we thank you for this morning. Még egyszer köszönöm neked a kis Esztert, és imádkozunk, hogy áld meg, Uram. And Lord, we pray again for little Esther. We ask that you would bless her. Tényleg, csak áld meg így a szüleit, így vezesd őket. And guide and give wisdom to his parents. És imádkozom most azért, hogy mindenféle hazugságát a sátánnak kérlek, hogy takarítsd ki, te Uram, a fejünkből. And Lord, I ask that you would cleanse our mind from all the lies of Satan. Kérlek, add, hogy ne legyünk gőgösek, vagy felfúvalkodottak. And Lord, we don't want to be boasting. Kérlek, Uram, hogy küldj minket. That we wouldn't go. We want to go and send és, us out. És adj nekünk bátorságot ezen a héten. Lord, give us courage this week. Kinek azon a helyen, ahova éppen helyezted, Uram, te céllal tetted ezt. Wherever we may be in our lives, to whoever we can share, give us the wisdom and the courage. És tényleg ez a vágyam, hogy mindannyian újra tűzbe jöjjünk, hogy evangelizáljunk. And Lord, this is my desire, Lord, that we would all our hearts would be on fire again to go and reach out to people. Arra kérünk, hogy áld meg a gyülekezetünknek így a napjának a hátralevő részét is, Uram. Lord, I pray that you would bless our church, our day today. És kérlek, hogy Szentlélek, hogy bontsd ki még jobban ezeket a gondolatokat. And Holy Spirit, do the work in us, continue to use the Bible study. És kérlek, hogyha valaki megtört ma, akkor kötözd be, emeld föl. And Lord, if anyone is broken by it, heal them and tie them up. Uram, csak szeress minket még. And Lord, just love on us, Lord. Köszönjük a kegyelmedet. Thank you for your grace. Jézus nevében imádkoztunk. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Isten áldjon benneteket. God bless you. Hogyha szükségetek van imára, ahogy szoktuk, itt leszünk és imádkozunk értetek. If you'd like to have a prayer, come on up and we'll pray for you. Illetve ha az Isten arra indít, hogy adakozz, akkor ott oldalt megtalálod az adakozó dobozokat. And if the Lord leads you to give, then you can give in the tithe boxes on the side. Tényleg legyen szép napotok. Have a wonderful day. Sziasztok.